Dicsőíteni az ő nevét. Halleluja. Egy szó körül forgott a mai reggelem, pedig az, hogy erő. Erősnek lenni, erővel töltekezni, erővel menni. Olyan érdekes szó ez az erő, mert olyan sok oldalról megközelíthető. Ugye beszélhetünk fizikai, lelki, szellemi erőről, és mindegyik egy hosszadalmas és mély téma, és fontos téma, de az biztos, hogy ez a három fél erő az életünkbe kölcsönösen hat egymásra, és szoros kapcsolatban van. A fizikai, a szellemi és a lelki erő. Hogyha most megkérdezzünk tőled azt, hogy mennyire érzed magad erősnek. Mondjuk az úrban erősnek. Vagy hitben erősnek. Vagy szellemi ajándékokkal telve erősnek. Ez egy fontos kérdés, mert láthatjuk az igében is, hogy az erő az meg tud fogyatkozni. Az erő, az meg tud fáradni. Most emberek életét megnézhetnénk, hogy milyen helyzetekben fáradt meg az ereje, vagy fogyatkozott el az ő ereje, és kik szolgáltak felé, és kik erősítették őt. Istennek a nagy embereit sokszor egyszerű szolgák, fiak erősítették. Vagy az egyszerű emberek felé, Istennek a nagy emberei és választottjai szolgáltak és erősítették. Ez annyira fantasztikus, hogy Isten népében ez így működik, hogy, hogy erősíthetjük és hordozhatjuk Isten erejét, és közvetíthetjük Isten erejét egymás iránt. Fogyatkozott te már meg az erőd? Nem? Én azt gondolom, hogy minden nap az erőnk, a hitünk, a lelki-szellemi ajándékunk próbára van téve. Nem? minden nap az erőnket kívánják. A hitünket kívánják és kérik. És ez annyira nehéz sokszor, de annyira jó, hogy az erőnknek lehet és van is forrása. Hogyha csak egy igét megnézünk a Róma 1-ben, Róma 1, 11, 12 akkor két igét. Róma első fejezete, 11. verse. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy valami lelki ajándékot adjak nektek, hogy megerősödjetek. Nem fogjuk kifejteni, de nagyon tartalmas. Szeretnélek látni benneteket. Lelki ajándék, megerősödjetek. 12. vers az az, hogy egymás hite által, a tétek meg az enyém által, ez zárójelbe, kölcsönösen erősítsük egymást. Itt olyan alapigasságok vannak leírva, leírva, amiket meg kell élni és meg kell cselekedni. Még egyszer, egymást látni, lelki ajándékok, megerősödjetek, szolgálni egymás felé. Az egymás hite által, ugye a hitnek is van egy forrása, hallás és az Istennek a beszéde, az ő igéje, és kölcsönösen erősítsük egymást. Ugye ez egy bibliai igazság is, is, és felhívás, hogy az erősek, az éppen, így fogalmazok, az éppen gyengélkedők terheit hordozzák, ugye? Nagyon fontos, hogy az éppen gyengélkedők. Tehát az erő, az erő az életembe. Jézusnak is olyan napjai voltak, hogy pú, az ő ereje, az ő hite, az erőteljesen próbára volt téve. És ezekben a napokban is meggyőződésem az, hogy meg kell erősödnünk, vannak szellemi ajándékok, van hit, és van közösség. Tudunk erre egy mondani? Amen. És a mai napon is az Isten beszéde az élő is ható, és forrása lehet az életünknek. Nem ebből indult ki, csak most eszembe jutott egy példa, hogy valaki a hét folyamán ugye új kapcsolat, megismerkedtünk, és így tudjátok, amikor az ember úgy próbára teszi a másikat, kicsit úgy kostolgatja. Megáll előttem, így face to face tudod, megkérdezi, maga ütő képes? Nem akarok euh, úgy, úgy játszani a hangokkal, de maga ütő képes? Mondom, tudod, kihúzom már, kihúzváltam akkor is, így, így ránézek, Egyet -egy közelebb lépek, veszek egy Mondom magamból, hogy ne szórakozz már velem, ne fárasz. Ránéztem, tudod, megfordult, elment és ment a helyére. Sokszor csak ennyi kell, hogy ott mélyen erősek legyünk, és szembe tudjunk nézni azzal a helyzettel, vagy azzal a dologgal, ami úgy próbára tesz, hogy feltesz egy olyan kérdést, ami pont abban az időben, tudod, épp egy furcsa nap, maga ütő képes, tudod, mit akar ez mondani? Nagy suhaj, ránézek, elmegy a helyére. Ez annyira fantasztikus, hogy néha ilyen egyszerűen működhetnek a dolgok, és amikor még, még ehhez kapcsolódóan, csak így, hogy forognak a gondolatok, hogy ugye szokták mondani, hát csak játszadozok, csak játszunk, tudod. De a játék, tudjátok, szülők, nagymamák, sokszor, mondtuk, sokszor szoktuk azt mondani, vagy tanárok is, nehogy sírás legyen a vége. Vagy, hogy már látom előre, hogy sírás lesz a vége. Mert általában a játék miről szól? Legyen szó bármilyenféle játékról. Az erőnek, úgymond, a fitoktatásáról. Tehát az az erő, ez egy nagyon izgalmas téma, és szeretnélek bátorítani arra, hogy amit olvastunk a rómabeliekhez, hogy kölcsönösen Erősítsük egymást. Vannak szellemi ajándékok, lelki ajándékok, amelyel szolgálhatunk egymás felé. És itt is volt egy vágy, hogy szeretnélek látni benneteket vagy téged. Ez annyira jó, nem? Erről szól, vasárnap jövő héten Isten tisztelet, egy vendégünk lesz, ugye, Baptista lelki pásztor, elkészültek a jó mondom, Baptista lelki, ezt fogod hirdetni. Én Oké. Okay. Okay. Sziasztok, köszöntelek meneteket. Évelején, januárban volt egy vezetői találkozónk, aztán elutaztam, ugye nem voltam itthon két hétig, ahol azt mondtam, hogy mindenféleképpen ami a kezünk ügyében áll, meg amire egyszerűen Isten elhívott minket, hogy bizonságot tegyünk, és hogy ne akarjuk el Jézus Krisztust a gyülekezettel, meg az Isten tisztelettel, hanem tegyük nyilvánvalóvá, ahogy elküldt a tanítványokat az orszáj előtt, hogy uh, legyünk olyanok, akik uh, az evangéliumot hirdetjük, az embereket szeretjük, és uh, kinyitjuk a gyűlit, amennyire ki tudjuk. És ha nincs is több látásunk, a bizonságtételre az, hogy uh, az orszáj előtt küld minket, hogy hogy építsük a közösséget, azon keresztül evangelizáljunk, ezt mindenféleképpen szeretném, hogyha megtennénk. És a jövő vasárnapra visszatérve ez is egy olyan esemény lesz, ahol szeretnénk építeni a közösséget. Például, hogy szeretném, hogy építsük a közösséget, most ebben a félében évben nem messziről jött embereket szeretnénk hívni, vagy nem másokat, akik tegyük fel nagy szolgálók, vagy az országnak komoly és valóban komoly szolgálói, hanem mindent miskolci szolgálókat, akiket lehet, hogy már látásból ismertek, vagy láttátok az ez egy nap a nemzetért dicsőítő napon ezen keresztül viszont közösséget építeni a városon belül, de evangélizálni is, és meghívni azokat az embereket, akikkel barátkozol, van nálad két meghívó, vagy elküldött e-mailben, vagy messengeren megosztol, és ha úgy alakul a beszélgetés, akkor fú, figyelj, vasárnap tényleg jön egy ilyen személy, aki pont bizonságot fog tenni, vagy hogy tényleg, hogyha olyan jót beszélgetünk, nincs -e kedved eljönni, van itt nálam egy meghívó, nagyon egyszerű módon a barátságból, a kapcsolatokból tudjunk evangélizálni. Tehát két dolog, ami, ami az egyik, hogy építsük a közösséget, nem csak a vasárnap lesz ilyen, hanem lesz házastási találkozó, ugyanígy gondolkodok erről. Magunkat hívom meg először. Szeretném, hogy építenek a közösséget. Most többeket már meg is szólítottam de ezen keresztül, ha van olyan szomszédod, barátod, nekem most van egy olyan vállalkozó társam, akit, vagy kettő is, akinek biztos, hogy meg fogom mondani, figyelj már, hogy van egy jó, egy jó családpásztor Budapestről, a Prekopa Pista, fantasztikus emberek, négy gyermeket neveltek fel, most épp, többször találkoztam vele, meg is hívtuk, akkor ha van kedved, hadd adjak már, adhatok egy meghívót, és amikor mi egy közösséget építjük, azon keresztül kinyitjuk mások felé is. De lehet, hogy meg fogom hívni mondjuk a, a pásztorok közül azt, aki a van, vagy adok a gyülikbe is, de nem szeretnék nagy dolgokat, hanem egyszerű dolgokat a közösségben, a meghívásban is így szeretném ezt a, ezt a fél évet, majd a világ már ki is írta, vagy el is fogom mondani, és fogunk csinálni ilyen meghívókat, meg fogjuk osztani Messenger, és én voltam Németországban minden ezt erősítette. Minden ezt erősítette, hogy nagyon egyszerűnek kell lenni, a közösségre nagy hangsúlyt kell tenni a saját lelki érzelmi egészségünkre is. És, Pont ezekben nehéz napokban kell bizonságot tenni, és nem hallgatni, és nem eltakarni Jézus Krisztust az életünkkel, hanem bemutatni. Úgyhogy így egy pár dolgot hagyosszak meg veletek. Jövő vasárnapra meghívtuk Sinkovics Sándort, ő a szirmai baptista gyűlinek a lelkészel, Pár éve van Miskolcon, én amikor elmentem oda hozzá, meghívtam és beszélgettem vele, mi van a városban, bemutattam neki így a dolgokat, a pásztorkörre beszéltem eljött hozzánk, és mondtam neki, hogy én mindent szeretnék követni ebbe a városba, és mindenki mögé állni pontosabban, mindenki támogatni, aki ebbe a városba valamit elő akar mozdítani. És most mondhatnék neveket. Hú, azt mondta, hogy hát ha hát ezt szeretnéd, akkor én is szeretnék mögétek állni. És nem tudom, ki volt ott a Allianz napon a belvárosi refi szerdám szerdán volt az Allianz i szerdán, szolgált nem tudom, ott folytatok e akkor engem nagyon megfogott, egy nagyon egyszerű ember, meg is hívtam. És ugye meghívtam és építjük a közösséget, csináltunk meghívót is, és ő bizonságot akart az életéről. Egy olyan baptista lelki pásztor, aki a világból élt meg, nem generációs lelki pásztor. Nagyon egyszerű ember, nagyon jó szívű ember. Úgyhogy, ha ezt így megragadjuk, hogy meghívtuk Sanyit, és megismerjük őt, akkor megnyitjuk mások felé is. Legyen nálad két meghívót, meg oszd meg messengeren ennyi, vigyél magaddal valamennyit, ami jól esik, és ezt így fogjuk csinálni az év folyamán. Úgyhogy jövő héten vasárnap lesz vendégünk Sándor. Visszatérve még a városra, most voltam egy budapesti lelkész műhelyen megint. Nagyon, nagyon, csak annyit hadd mondjak el, mindig elmondom, nagyon hálásnak kell ezért a városért. Abban az egységben, amiben dolgozunk és szolgálunk, és hogy testvérek becsatlakoznak ebbe, azt kell mondanom, hogy példaértékű most Miskolc. Ezt most teljes alázattal mondom. Hihetetlen, mekkora Ö, mekkora ö, ereje van, vagy mennyire különleges inkább így mondom ez, ahogy most is fent voltunk. Úgyhogy ezért is szeretnénk a városban tovább munkálkodni, és ennek lesz ugye majd olyan kifutása például, amikor a Miért Fesztivál lesz a júniusi, amin voltatok, és Pintérbére lesz a vendég. Na, hát arra, arra bűn nem meghív embereket. Vagy hogy mondjam. És ezt meg akarnánk tartani magunknak, én meg fogom mondani mindenkinek, ezt nem lehet megtartani a gyülekezeteknek. Mert már hallottam olyanokat, hogy ez testvéri találkozó, az lehet. Az lehet. De hogyha Pintér Bélán nem hívok öt embert legalább, akkor eltakarom az egyházzal Jézus Krisztust. És témóra visszatérve én is erőtlen vagyok, hosszú, szóval higgyétek el. Nekem se egyszerű, vagy hogy mondjam. Ugyanazokat harcolom, mint ti, de ha ebbe a közösségben és a meghívásokban nem lépünk, vagy nem nyitunk, akkor nem várhatunk nagy változást. És majd erről fogok ma beszélni is. Na, de nem fenyegetőzni szeretnék, csak hogy mozgatni ezt magunkban. Na, így lesz februárban, és majd szét is dobáljuk mindjárt a meghívót. Márciusban, ahogy említettem, szeretnék közöttünk egy házastási találkozót. Itt a házasság hete ma indul, nem tudtunk Prekopa Istvántól sem erre, sem a következő hétre kapni időpontot, csak március 4 de nem baj egy olyan délutánt, ahol együtt beszélgetünk, egy fantasztikus, vagy nagyon, nagyon jó családpásztor, ez a főállása is. Egyébként mi évek óta ismerjük a kismertétek Ernát, aki régen még gyerek, gyerek tartott. Józsiéknál érdem voltak most tavaly, és Józsi is mondta, hogy fantasztikus jó beszélgetés volt. Én most alabástromba szolgáltam vele, és nagyon-nagyon nagyon jó volt vele együtt szolgálni. Úgyhogy meg is hívtuk, és akkor március 4 délután 4, már többeknek mondtam, itt ma is, meg tegnap is, meg telefonon is. Úgyhogy fő a közösség, nem akarunk nagy dolgot, nem akarunk világról szóló konferenciát szervezni, de ha van két barátom, akkor szeretném, hogyha meghívnám, meg te is, és aki eljön, osszuk meg ezt a, ezt a lehetőséget. Március 18-án női találkozója, és akkor azt én szervezem. Nekem kell privátban bármit jelezni, és én fogok küldeni meghívót. szemben lesz női találkozó, az Gabriella szervezi. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy már most jelentkezni kell, mert 300 fős befogadó képességű csak a terem, ahol, amit kapott a női csapat. 3500 forint a részvételi díj, 1500 forint az ebéd, már most adjátok le Gabrielának, be kell csekkolnunk. Akinek anyagilag ez problémát jelent, bármilyen módon ne féljen, mindig segítettünk ilyen dolgokba, a pénz nem lehet akadály, megoldjuk. Március 18. Debrecenben. És március 19-ére megint szeretnék majd, ez pont egy hónap a Sanyi szolgálta után, itt Miskolcon vasárnap egy olyan vendéget, aki megint egy városi lelkész, nekem van két gondolatom, még nem beszéltem velük. Úgyhogy jövő héten vasárnap Sinkovics Sanyi, március elején házastársi délután után az egy szombat, a női találkozó is egy szombat, az Debrecen, és akkor 19-én majd még azt a vendég meghívást azt szervezem. És március 29-én pedig a konti nagyon szerette volna, vagy megbeszéltük, hogy hogy egy Gyalabáson projektet ismét csinálunk együtt ezen a helyen. Arról is fogunk csinálni meghívót, ha szeretnél egy konti koncertre meghívni embereket, az egy szerda lesz 8 órától koncert este, úgyhogy az pedig egy alapáston projekt itt a Kontival. Ez lesz máciusban. Áprilisban ez Sanyinak, Sanyinak a területe, más a presbiterünknek, Illi Sándornak, hogy egy húsvéti evangelizációt szervetnénk, az, szervezünk, az egy vasárnap, de nem itt találkoz, vagy nem délelőtt találkoznánk, hanem délután, vagy itt, vagy a bábszínházban. Ez folyamatban van, az egy olyan lesz, mint amikor már volt karácsonyi meghívós koncertünk, az egy koncert lesz, és aznap az lesz az Isten tisztelet. 22-én férfi hétvége, akik voltatok tavaly Vecsésen, Petivel voltunk, Zsolttal, hárman voltunk? Hát, hogy hárman voltunk. Ja, meg a nyíregyházi tesókkal. Tessék? Gyurival. Ja, Gyurival, persze. Az megint ö, Vecsésen ugyanúgy hosszú hétvége. Gábor Peti fog titeket megkeresni, őt lehet keresni. És 29-én pedig Miskolcon mindet el fogom küldeni Messengerbe, a Sulit. Ahogyan meghirdettük az egy nap a nemzetélt alkalmat, egy hét árán meghirdettem egy profitas, úgy ugyanúgy mindenki jönni szeretne, mint az egy nap a nemzetért. Hihetetlen, egy fél órán, órán belül annyi visszajelzést kaptam a többi gyülekezettől. Az EGRI proféta csapat, Tetsz, Zoliék, Reniék, meg az ottani csapat, a Golgisok, akik benne vannak, fognak felénk szolgálni. Ez egy városi rendezvény, ez egy, megint egy szombat, mindent el fogok küldeni. Azzal kapcsolatban a világnál lehet majd jelentkezni, ő lesz a segítőtök. Április 29. proféta súly. És akkor májust azt kihagyjuk, Júniusban, ugye voltam Stuttgartban, éppen mondtam itt más és is, annyira jó volt, hogy több év után is, ahogyan köszöntöttek, fogadtak minket, nem csak vezetők, hanem gyűlistagok. El volt még ment a telefonszámom, azon mondták, hogy nekem megvan a számod, üljünk le, beszélgessünk. De a vezetők is, például Marco Hernández, virág mondta, hogy Hernández, ne kell ejteni. Egy venezuelai, egy fiatalabb generációs pásztor, tehát Timó meg közöttem, tehát pont egy ilyen köztes, aki ifi pásztor is, Stuttgartban és régiós pásztor is, Ö, azt mondta, hogy őt egyszer meghívtuk, és ha szeretnénk ezt fenntartani a meghívást, oda jött hozzám, ma beszéljük, ma beszéljünk, aki Mákót ismeri, nem hogy békén, de nagyon szeretjük, és venezuelai, olaszos, de dél-amerikai. Na minden, nagyon nagyonos volt tényleg, azért akart velem beszélni, hogy hagyd mondja el, hogy csütörtökön, júniusban megy Csehországba, és nem kerül semmibe nekünk. Ha, de ha szeretnénk, akkor átjön Csehországból hozzánk egy, 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 egy szolgáló csapatta. ez a szív, nagyon-nagyon. Úgyhogy meg is hívtam. És akkor 23-ától lesz pedig a miért, hogy ez a Márkóval hogy alakul, azt még nem tudjuk, még ő sem tudta megmondani. Jó, és akkor júliusban pedig már most készüljetek, nézzétek a dicsúli meg a hol időpontját, akit érdekel, hogy az időpontokat tudjátok. Na, ez csak azért mondtam, mert végig ki fogom én, hogy lássátok, és akkor most Timurra visszatérve, most már mindent tudtok, körbeküldjük a meghívót. Igen, ugye házi csoportok, pénteken ima alkalom. Ami még hirdetni való, hogy továbbra is gyűjtjük, van lehetőség hozni így a tél végén száraz élelmiszert. Ezt Ibolyának, ugye? Vagy ide le a kis, kis szobába. Igen, száraz élelmiszer, és fogunk imádkozni betegekért, mert többen is kórházban vannak. Ibolya kórházban van, meg, meg a betegekért. Jó imádkozunk, utána adakozunk, és akkor jön majd a ige is. Úr nevében köszönjük, hogy valóban hordozhatjuk egymásnak a terheit, de köszönjük, hogy Te vagy az a megváltó, aki hordoztad a mi terheinket, ami viselted a mi sebeinket. Köszönjük, Uram, hogy a sebei által lehet gyógyulásunk is. Köszönjük, Uram, hogy mindent elszenvedtél azért, hogy mi minden áldásban részesülni tudjunk. Köszönjük, Uram, hogy ez a Te ajándékod, és így hozzak így, Uram, a betegeinket, Ibolyát vagy többieket, legyen szó bármilyen betegségről, Uram, amelyeket esetleg nem is tudunk, csak ott van mélyen. Uram, Te vagy az, aki meglátogatsz bennünket, egyen egyenként. Köszönjük, Uram, hogy az a megváltás a személyre szóló, és így imádkozok, Uram, és kérünk gyógyulást, a személyre szólóan. Legyen szó bármilyen problémáról, betegségről, fájdalomról. Uram, jövünk hozzád a kéréseinkkel, a kívánságainkkal. Köszönjük, Uram, hogy hitáltal kérhetünk. És Uram, köszönjük, hogy aki kér, az kap. És Uram, kérjük a Te meglátogatásodat, kérjük a gyógyulásokat az Úr Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy a igaz ember buzgó könyörgésének nagy ereje van. Köszönjük, Uram, hogy szányra kelhetünk. Köszönjük, hogy megsokasítod az erőnket. Köszönjük, Uram, hogy ahogy a zsoltárokban is láthatjuk, hogy a sok nehézség is mindenféle helyzet közepette, a végére oda juthatunk, hogy az igazak örülnek, az igazak örvendeznek, az igazak kegyelmet, nyugodalmat, békességet találnak az Úr Jézus nevében. Uram, és imádkozok még azért, hogy de tőled való erő és békesség legyen a szívünkbe, az életünkbe. Köszönjük, Uram, hogy Te megáldod a népedet erővel és békességgel az Úr Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy adhatunk, hogy vethetünk. Legyen, Uram, a vetés is a Tiéd, Téged akarunk dicsőíteni ezzel az Úr Jézus nevében. Uram, törzs be a szükségeket, mindenfélét, anyagiak, legyen szó bármilyen szükségről, Uram, kérlek. Köszönjük, hogy Te mindezek fölött Úr vagy. Az Úr Jézus nevében. Körbe küldöm a kosarat, amit elkészítettél, az dob bele bátran, és utána hamarosan jön az Istennek a beszéde. Amen. hogy a te néped vagyunk. Azt mondod, hogy a legelődnek a juhai vagyunk, és nem magunktól vagyunk. És így kérünk téged. Tudjunk felülről venni. Azt mondtad, hogy az odafelvalókat keressétek. És tudjuk megnyitni a markunkat, ahogy azt mondod, hogy te megnyitod a markodat. Azt mondtad, hogy a szív teljességéből szól a száj. azt hogy nagy nyíltsággal tudunk szólni. Kérünk téged, hogy megtapasztaljuk, hogy te adsz szót a szánkba, és akit felüldítünk, akkor mi is felüdülünk. Megtapasztaljuk, hogy te újat cselekszel, és a régiek elmúlnak. Megtapasztaljuk, hogy vizet fakasztasz a pusztában, a kietlenben folyó vizeket. Megtapasztaljuk, hogy te támogatod ami sorsunkat és csordultig van a mi poharunk. Hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak. Köszönjük neked, hogy azt mondod, hogy keresünk téged. Keresünk, amíg közel vagy. Amíg megtalálható vagy. hiszük, Uram, hogy a Te utaid nem a mi utaink, és a mi utaink nem a Te utaid, hanem Te alá küldöd a Földre hozzánk, mint az esőt úgy, a Te gondolataidat. Legyél ezért áldott Jézus Krisztus nevében. Amen. címünk a mai nap. Ez a címünk, hogy Fut elénk. Biztos rögtön kitaláljátok nagyon sokan, hogy melyik, melyik történetről lesz szó, de majd el is fogjuk olvasni. Egy olyan történetet fogunk majd elolvasni, vagy olyan történetről szeretnénk ma beszélni, amikor az apa a történetben fut a felnőtt fia elé. Úgy belegondoltam, hogy hogy is van ez, hogy egy apa fut a felnőtt fia elé, fiatal felnőtt fia elé. Mert egyébként igazából ez úgy fordítva szokott lenni. A gyerekek szoktak futni az apa elé, ha jön haza az apa. És meglátják. Nézegettem mostanában képeket, meg régi videókat. És még a régi fiatunk volt, akik emlékeztek, és egy kis kutyát vittem haza, 7000 forintért vettük, csak az oltást kellett kifizetni, úgy vettük kutyaházal együtt, hogy egy darab volt a kutyaház, azt is ideadták. 7000 forintért nappali szekrényel vittem az az autóba a kutyát. És le van videózva, nem tudom melyik, melyik otthon a gyerekek közül, vagy ki videózott, hogy befordultam az utcába a fiattal, a gyerekek elkezdtek felén futni. Aztán a kocsi mellett futottak velem haza. Aztán kintották az ajtót, befutottak a kocsival. És akkor ott volt a kutya, kutyus. Szegény, lefogyva minden. Feltettük a teraszra a nappali szekrényét, vagyis a komódot, az volt az. Na, és mekkora öröm volt, és emlékszem, vagy most, hogy néztem a videót nem olyan régen, ahogy elén futottak az autó elé, aztán befutottak az autóval. És általában hogy mondjam, ez, hogy a gyerekek futnak az apa elé, ez, ez, a, ez a normális, vagy ez a mindennapi. De hogy egy apa fut, most képzeld el, egy apa fut a felnőtt fia felé, ez úgy fordítva van ahhoz képest, amíg ugye a, a családban, vagy ugye a, a normál rend. És felírtam magamnak, hogy ez megtörténjen ahhoz, mert a gyerekek egyébként minden nap futnak az apához, ha jön, nyakába ugranak, de hogy egy apa fusson a felnőtt fia elé, ahhoz valami olyan dolognak kell történni, ami nem mindennapi. Jó, ott a kutyus se volt mindennapi, de egyébként máskor is futottak. De hogy fordítva legyen, hogy egy apa fusson a felnőtt fia elé, ez valami olyan, olyan dolognak kell történnie, ami nem mindennapi. Valami rendkívüli. Csak elkezdtem gondolkodni a mindennapokból, hogy mi, milyen, mi lehet az, a, az az esemény, amikor egy apa, vagy egy szülő, vagy egy anya is akár elkezd futni egy ö, egyik felnőtt gyermeke vagy felnőtt fielé. Ezzel kapcsolatban fontos dolog, hogy valóban nem dughatjuk a fejünket a homokba, mert ö, tényleg háborúk és földrengések és minden történik a világban, ami, amit láttok. Most, hogy Törökországban nem tudom mennyi a, a halottak számok közel 30 ezer, vagy itt mellettünk a háborús helyzet, és ugye az jutott eszembe, hogy ez, ezek egyébként ö, el kell, hogy gondolkoztassanak minket, az elhívásunkat, hogy itt mit tudunk megtenni, mi, mi itt ö, Jézus Krisztus egyházában, ma ezekben a napokban mi ami dolgunk, mennyire hálásak lehetünk, tesszük-e, nem tesszük a dolgunkat. Na de ezek a, ezek a, helyzetek ütöttek eszembe, hogy amikor egy apa fut a fia elé, vagy egy anya, és ez valami nem mindennapi legyen, nem minden napi esemény kell, hogy legyen, például egy háborúból, haza, háborúból hazatérő fiú, nem tudom, idősebb generáció, Tapasztalt ilyet, hogy megjelenik a, a faluban az a fiú, akiről azt se tudták, hogy él vagy hal. Egy háborúból hazatérő fiatal felnőtt fiú. És ha az apja őt meglátja, vagy az anyja, akkor el, azt gondolom az az egy olyan pillanat, amikor elkezd futni felé. Vagy itt van a földrengés. Egy katasztrófa után, hogyha a ha haza megy egy fiatal fiú, vagy megjelenik. Tehát valamilyen események azok, szemben azzal, amikor a gyerekek futnak a szülők elé, vagy a szülő elé, ami igazából egy fantasztikus öröm, és kell is, hogy imádkozzunk ezért, még kívánom minden fiatalnak, hogy átélje azt, amikor mi is átéltük, hogy apa elé futnak a gyerekek, vagy anya elé. És ha itt fiatal vagy, fiatal felnőtt, ezt nem akarom alábecsülni. Kívánom, hogy átélt ezen a földön. Mégis ez igazából úgy a mindennapi kapcsolatnak a része sokszor. Fantasztikus öröm, de amikor egy háborús helyzet után, vagy egy katasztrófa után, vagy bármilyen olyan esemény után, amikor egy szülő kezd el rohanni a gyerek elé, gyermek elé, mondjuk a fiatal felnőtt gyermek elé, az valami még nagyobb dolog. És erről szól a megtérés. Ahogy ezen gondolkodtam, felírtam magamnak meg né néhány dolgot. Itt a mai napokban. Lehet, hogy a hosszú éveket éltünk át, és sok, mindenen, sok minden a hátunk mögött van, mint gyülekezet is, de akarok hinni továbbra is a megtérésben. Amen. Lehet, hogy rendkívüli eseményeknek kell történni ahhoz, hogy ilyen dolgok történjenek. De akarok hinni a megtérésben, sőt, akarok hinni az ébredésben. Én azt gondolom, az az apa, aki rohant a fiú elé, a tékozló fiú történetében, most mondjam ezt így, ő hitt az ébredésben. Sőt, nem vesztette el a személyes bizalmát Istenbe. Sőt, a fia felől is hitt, hogy megtörténhet. És azt gondolom, hogy ez ma nagyon fontos, ami számunkra, és első ilyen pont, amit felírtam magamnak, hogy akarok hinni továbbra is a megtérésben. Tudsz elámen mondani? Amen. Ez nem mindennapi esemény, amikor egy apa fut a fia elé, és egy fiú elindul hazafelé. Másik, amit felírtam magamnak, akarok hinni továbbra is az atya hazahívogató szeretetében, mert a fiút kimondatlanul is az atya mintája, szeretete hívta vissza. Nem emberek tóckolták vissza. Menjen az apáthoz, majd apád biztos, maximum jól megver, aztán mit tudom. Nem. Senki nem küldte vissza. Ő ment vissza. És emögött az atyának volt az a hazahívogató irgalma szeretete. Másik, vagyis harmadik. Kell, és akarok abban is továbbra hogy hinni, hogy a fiak és a lányok nem felejtik el azt, amit az atyai házban láttak és kaptak. Mert azt mondta a fiú, hogy itt én ilyen halok meg, az én atyám házában a béresek bővölködnek kenyérben. ez a fiú nem felejtett el. És szeretném, hogyha tudd, hogy a fiad és a lányod nem felejti el, amit kapott tőled. Sosem. Sosem. És azt gondolom, hogy ez igaz, mert ebbe vagyok, ebbe mozgok minden nap, a gyülekezét otthonra is. Sosem felejtik el a hívők, a testvérek azt, amit ebben a kaptak a 90-es évektől. Ámen. Sosem. Sokszor hallom, hogy a de jó volt, amikor imádkoztunk érted, meg stb. De megtérés nélkül nem lehet hazatérni. Ez az igazság. Megtérés nélkül ebbe a gyülekezetbe se lehet visszajönni mondhatotta, hogy milyen jó az a Gyuli, vagy mondhatja bárki, milyen jó az a Gyuli, megtérés nélkül nem lehet visszatérni. Ugyanez van a gyerekeinkkel kapcsolatban is. Mondhatja azt, hogy az atyám házába, stb. megtérés nélkül nem lehet hazatérni, de hiszek a megtérésben. Ámen. És hadd mondjam el, nem csak a háborúban hiszek, és nem csak a földrengésben hiszek, hanem hiszek a megtérésben is. A másik, hogy nem dughatjuk fejünket a homokba, se a háború, se a katasztrófa, meg semmilyen helyzet elől, és imádkoznunk kell, mert ezek azok az események sokszor, amikor megindulnak a fiúk hazafelé, és az apa fog futni eléjük. Nagyon, nagyon egyszerűnek kell maradnunk ebben a világban, és nagyon normálisnak. Voltam most nagyon sok felé, én nem akarok uh, semmit építeni, mert nem abban van az öröm, ezt sok mindent fogok építeni, természetesen. De nem abban van az öröm, hogy mekkora online, meg nem tudom micsoda, meg épületünk, meg házunk, meg konferenciánk van, hanem azt mondja hogy a Biblia, nagyobb öröm van egy megtéri bűnösön, mint 99 igaz emberen. Amen. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell építeni és nem kell szervezni, nagyon sokat szervezek is kell. Most például öröm hír, ha tetszik, ha örömnek tetszik. Csak arra rátettük a kezünket, hogy ennek az épületnek legyen lakosság, egyetemes szerződés, és ne tízszeres ára, ne úgy kelljen fizetni. És október után most kaptuk a hét, hogy el lehet indítani a gázszolgáltatásnak a megváltoztatását, új szerződést. Ilyeneket is szervezni kell. De a legfontosabb dolog az, hogy azt ne felejtsük el, ami ránk van bízva, akkor, amikor háborúk vannak, katasztrófák vannak, nehézségek vannak, törések vannak. A másik a szülőkkel kapcsolatban, most voltam ugye, nagyon sok összetört család van, és nagyon sok szolgálónak törik össze a családja, pont az apa miatt. Ezt kell, hogy mondjam. Voltam olyan szolgálókkal, hogy ketten álltak a válasz szélén négy házas párból együlibe vezetők. nem jó ezt látni. Ami itt a töltelben egy fantasztikus dolog még, és gondolva a fiainkra, lányainkra, a, lányaink, a gyülekezetünkre, bármire, hogy ez az apa egy jó apa volt. De honnan vannak indulatok és háborúk köztetek? Nem a testeitekben, tagjaitokban, amikor ott vannak, és ott vannak ezek a háborúk. És vannak ilyen, vannak ilyen háborúk, nem csak az ukrajnai háború van fiakba, lányokba, gyülekezeti tagok ott vannak a háborúk, és próbálja vinni ki, és próbálja frontra vinni, és az ördög próbálja tönkretenni de nem hagyjuk ezt, ámen, hanem fogunk imádkozni. Ez az apa egy jó apa volt. Úgy emlékezett a, a fiú az apára, hogy apámnál még a is, még a bélesek is jól vannak. Ez egy jó, ez egy jó szívű gazda volt. figyelmes volt. Éppen tegnap kerestem egy bibliai szót. Mi az a bibliai szó, mert azt lehet mondani, hogy apa a családjában odafigyel, figyelmes, akár a szolgákra is, a szükségeikre, észreveszi a hiányt. De mi az a bibliai szó? Hogy figyelmes. Ez egy, ez egy jó apa volt. És ezzel együtt a szülői példamutatás, meg a szülői hivatás mellett hiszek abban az e felett álló kegyelemben, ami azt mondja a Biblia, hogy Isten a szívünknél is nagyobb és mindent tud. És ez így kapcsolódik össze. És az Lukás 15 szeretném, hogyha felolvasnánk. Én azt a címet adtam neki, hogy fut elénk, de lehetne az is, hogy a végletek története. Lukás 15. Olyan szavak vannak benne, mint a messze. Mindent. És az ember képes a végletekig elmenni. Képes. Az utolsót is megpróbálni. Lukás 15. 11. Mondta, pedig Jézus. Egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rámeső részt. És az megosztotta köztük a vagyont. Nem soknak múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt minek utána pedig mindent elköltött. Támadt nagy éjség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott vala neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi is sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Föl elmegyek az én atyámmal, és ezt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyannál, mint a béleseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Eddig. Itt olyan végletek vannak ebben a történetben, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy bárkire gondolsz, akinek meg kell térnie, ne félj. Ne félj. Nézzük. Azt mondja, hogy volt két fia, és Ja, bocsánat, még mielőtt belemegyünk a végletekbe, egy nagyon fontos dolog, hogy uh, itt valóban a messze, a mindenét, a éhen halok meg, hogy bővölködik, olyan végletek és olyan uh, szélsőséges értékek, hogy így mondjam, de egy dolgot nagyon fontos tudni, hogy, és ez volt az volt bennem, hogy a végletek története, de nem a túlzásoké. Okay. Mit akarok ezzel mondani? Jézus Krisztus nem túloz. Ez a valóság. Végletek vannak, de a Biblia nem túloz. Ha az van megírva, hogy az olyan, akkor az olyan. Ha így lesz, akkor az úgy lesz. Ha az egyharmad fog elpusztulni, akkor az egyharmad fog elpusztulni. Ha tetszik, ha nem és ha meg fog térni az, akkor meg fog térni az. És ha lesz nagy öröm a mennyben, akkor az lesz. És ha van pokol, akkor van menny. És ha van menny, akkor van pokol. És nincs túlzás, de van véglet. És két véglet van. Vagy az Isten, vagy nélküle. Nincs más. És Gabriát kérdeztem, hogy nagyon fontos, hogy úgy lássuk a Bibliát, mert ebben most már olyan liberalizmus, meg olyan liberális dolgok vannak, hogy a Biblia az nem egy költői képekkel teletett könyv. Ahol minden el van szellemiesítve, meg allegorizálva, meg mondtam neki, mondjon költői képeket, de már elfelejtettem. Ahol nem lehet tudni, hogy úgy van, vagy nem úgy van a Bibliában, tudhatod, hogy az úgy van, és kész. Azzal itt vannak benne költői eszközök. Mert a Bibliának van költői része, és ha szereted a szép irodalmat, akkor olvashatsz a Bibliát is. Tőlem József Attilát is olvasztasz, de a Bibliát is olvashatod. Szép irodalmi műként is. Ha szereted a történelmet, vegyél elő történelmi könyveket, olvasd a Bibliát. A legfantasztikusabb történelmi könyv a Biblia. Nem csak a múlt van benne, hanem a jövő is. Na, ilyen történelmi könyv nincs másik. A Biblia nem túloz. Másik. A Biblia nem bízza a fantáziánkra, hogy akkor hogyan gondoljuk ezt. Nem. Azt mondta Jézus Krisztus, én vagyok az út, a valóság és az élet. Amit ő mondott, az nem túlzás, az nem költői kép, az a valóság. Ámen. Azt mondja, hogy ad ki a vagyomból rámeső részt. Ha most, ha ezt az Istennel való kapcsolatra értjük, hogy ad ki, az azt jelenti, hogy én adok rendelkezni azzal, amit, amit te nekem adsz, és te ne szólj bele. Ennyi. Felnőtt vagyok. Te ne szólj bele. Én most Cornilla voltam meghívott egy olaszországi út, és megköszöntem neki, hogy meghívott mert ha egy felnőtt fiatalember képes arra, hogy együttműködjön az apjával, az nem szentimentalizmus, hanem az bibliai dolog. És inkább bibliai, mert nekünk, ami atyánkkal együtt kell működni. És azt mondom, hogy add ki, és ne szólj bele, az Istennel való kapcsolatban az a határok átlépése. Hogyha emberi kapcsolatra gondolunk, akkor pedig a lázadás is itt van, mert át akart gázolni ez a fiú hirtelen a benne levő dolgok miatt minden isteni rendben. Azt mondja a Biblia, hogy akkor tiéd az örökség, ha meghalt a szülő. Ennyi. Mert az a végrendelet, mikor érvényes, a végrendelkező halála után. És addig, hogy ad ki, és én döntöm el, mikor kapom meg, ez nem így működik. Ha én odaadom neked előre, akkor az, az én döntésem, ha nem, akkor meg kell várni, amíg meg nem hal a végrendelkező. Akárhonnan nézzük ebbe a fiúba, a legjobb körülmények között is gyűlt össze valami, ami miatt ő azt mondta, hogy minél messzebb ez a véglet, minél messzebb. De hát, ha én vagyok a fiad, és te egy jó gazda vagy, akkor még tudlak manipulálni is, akár ad ki. És mit csinált az apa? Odaadta. Akárhonnan nézzük, ez rosszul kezdődik ez a történet ebből a szempontból. Akár az Istennel való kapcsolatból, akár a földi apafiú kapcsolatból nézzük. Na és figyelj, alig, hogy ezt, ezt kimondta, és itt jönnek azok a dolgok, amikor a testvérek is neked kimondanak olyan dolgot, hogy egyszerűen összeesel, vagy a családba kimondanak, hogy add ki, onnyitól kezdve pár pillanat, és megtörténik a baj. És nagyon kevés az, aki vissza tud lépni. Nagyon kevés. Ha ez a döntés megszületik, hogy én magam akarok dönteni az életem felől, én nekem most kell, és nem akkor, amikor és át akar gázolni valaki egy isteni renden, nem kell sok idő. Sajnos, nem kell sok idő. Ezután a döntés után pillanatok alatt megfogon a dolog, és már meg is történik a baj. És sajnos ez egyértelmű jelenség. Éppen Prekopa Istvánnal beszéltünk, ő családgondozó, elmondta, amikor egy nő kétszer elmondja, hogy el fog válni, a keresztény is, onnantól kezdve egy százalék majd nem teszi meg. nem tud visszahozni. Hívőként se. Hívőként se. Tessék? Férfira is igaz, igen. Most például egy férfi vált el, egy tesó, de most nem akarok ilyen belemenni. Az a lényeg. Nem a hölgyek köszöttem volna múlva beszélni, bocsánat. Hogyha megszületik ez a szívben, utána pillanatok alatt a döntés. Mi történik utána? Azt ki a vagyomból a rámeső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Mi történik 13. felső? Mikor történik meg a baj? Mit olvastok ott az égében? Nem sok nap múlva. Nem sok nap, kevés, Lefagyíthatnánk úgy is, a pillanatok alatt. És amikor egy ilyen döntés megszületik emberek életében, hogy valami áthág egy személy, akkor izgulhatunk sokat, izgulhatunk sokat, de sok esetben már csak egy megoldás lesz majd. Mi lesz a megoldás majd a megtérés. Nem lesz más megoldás. Itt már majdnem, hogy eldőlt. Az a kérdésem. Az apa tudta -e azt, hogy a fiú azok után kikéri a vagyont, valamit lépni fog. Biztos vagyok benne hogy tudta. Biztos vagyok benne. Nem sok nap után, és ö, sok esetben már van még, amikor visszatudnak tűnni emberek, és nem mennek tovább a bajban, de sok esetben már csak a megtérés. Utána azt olvassuk nem soknak múlva, Összeszedte mindenét. Mi az, hogy mindenét? Fel akart számolni mindent. Mindent. Az a kérdésem. Ezek után is van még visszatérés? Ámen. Mindenét. Ez megint egy véglet. A nem soknak múlva, az, hogy mindenét. És hova költözött a szomszéd faluba? A szomszéd városba? Nem. Messze. Ez megint egy véglet. Nem közel költözött. Messze. Mindenét. Nem csak egyes dolgokat. Kiköltözött, messze költözött, nem közel ment. Nagyon, nagyon messze akart, vagy lehet kerülni. Utána a 14. vers. Mi történt az életével? Most mondhatnánk azt, hogy mindent elköltött. Tehát elveszítette a mi volt. Mindent. Itt megint itt van az, hogy mindenét összepakolta, nem sok nap múlva, messze költözött és mindent elköltött. 14. vers. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éjség azon a vidéken, és még a környezetében is problémák voltak. Tehát pont oda költözött, ahol aztán még az a, az a terület, az a földrajzi hely is, egy nagy éjséget élt át. És kezdett szükséget látni. És ez a szükség lesz majd az életében az a forduló pont, amikor el fog indulni haza. Aztán nagyon érdekes, azt is megtapasztalja, hogy senki nem segített neki. Akar tenni abból a, nem is tudom, hogy hogy fordítja valami bab, Bob nem tudom, micsoda, most moslékot főzték, nem tudom, hogy fordítja, már nézzétek meg a csiába. Milyen majom kenyér, valami, nem tudom, miből főzték. Akart abból kapni, amiből a malacoknak főzték a dolgot. Kívánt azzal megtölteni a nyomrát, és senki sem adott neki. Nagyon, nagyon, ö, tényleg, ez, ez a történet tele van végletekkel. Szükség senki. És most jön a, a, a forduló pont, senki sem adott neki, aztán magába szállt, illetve elgondolkodott. És azt mondja a 17. vers, az én atyámnak milyen sok bérese, nem csak egy-egy béres, megint a végletek, sok bérese, mit csinál a sok béres? Bőségben él, Kenyer, bőségben van, bővölködik kenyérben, én pedig mit csinálok? igen, halok meg. Véglet, 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 és eldöntötte. Ez egy fantasztikus dolog, tudta, mi van otthon, ismerte az apjának a szívét, tudja, hogy tudta, hogy mit csinált az apa ellen. Azt mondja, hogy védkezett. Nem csak az apa ellen védkezett, hanem azt mondta, hogy védkeztem az ég ellen, és te ellened. Tudta. Kellette félni, hogy visszamenjen. Nem. Maximum azt mondom, hogy nem, 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 nem élek többet a fiai jogommal, mert már ezt eljátszottam. De akkor legyek én is legalább egy béres a házadban. És szeretném azt mondani, hogy ha ezeket a végleteket megnézed, és ezeket a döntéseket, ezeket a pillanatokat, ezek nagyon fájdalmasak lehetnek. De van rá megoldás. És hogyha van egy hazahívogató szeretet, ha van egy ilyen atyai gondoskodás, ha van egy gyülekezeti ház, ha van egy családi otthon, ha van egy szülői példa, ha ott vagy te, ha ott vagyok én, és ha meg is születtek döntések, és volnak ilyen szélsőséges helyzetek emberek életében, Istennek van egy hazahívogató szeretete, és hogyha te életed is példa, ad is egy hívogató az Úrhoz. Amen. És Isten munkálkodik amiben biztos vagyok, amit meg kell tennünk, hogy én, én meg vagyok győződve, nincs idejével, hogy az apa ez imádkozott. Biztos, hogy imádkozott. Ezért Ezért ez életéség. Nem tudom, de én akarok ebben az évben imádkozni ezeket a helyzeteket. Ennyit tudok mondani azért a személyet, azért a személyet, azért a dologért, azért a dologért, hogy mi, mi történjen az emberek életében, és akarok benne hinni, hogy a mai napon is Isten nem változott. Az ő szeretete nem változik. Ő az ő szeretetével hazahívogat és elér embereket, és én meg legyek otthon. A helyemen. És ha én otthon vagyok, az Isten szeretete fogja hívni őket. És én fogadjam be, és én hiszek ebben. Egy dolgot mindenféleképpen szeretnék tenni, imádkozni ezekért a helyzetekért. A másik pedig, hogy megmaradjak hitben. Ha ez az apa nem maradt volna meg hitben, vagy mondhatnám az a lelkipásztor, vagy az a szolgáló testvér, vagy az a szülő, hogy bármelyik mindnek mondhatom, hogy nem maradt volna meg hitben, és nem tudta volna mekkora dolog, hogy a fia hazati. Azt mondta volna, hogy ha az ilyen az Isten, akkor nem érdekel, akkor nem rohant volna elé. Így van? Ez az apa megmaradt hitben. Én akarok imádkozni, és meg akarok maradni hitben. Minden ilyen helyzetben. És akkor lezárásképpen nagyon sok mindent tudnánk építeni, és sok mindent megcsinálhatnánk, és sok mindent szervezhetünk, és sok mindenre mondhatjuk, hogy hú, de jó lenne, de a legfontosabb, hogy a megtérések megtörténjenek. Élet. Ez a legfontosabb. És a többi nem érdekel, hogy mit fogunk elérni, meg milyen, nem tudom, mi lesz, meg milyen szervezet, ami szintén nagyon fontos, hogy rendben legyen, de nem kell több öröm ennél. tudsz -e mondani? Kérlek, hogy álljátok fel, és imádkozzunk. Mennyi atyám! Köszönjük, hogy elég ezeket a napokat. Amikor valóban ilyen végleteket is megtapasztalunk. És ilyen végletekbe kerülnek emberek, testvérek vagy családtagjaink. Uram, hiszek abban, hogy neked van egy hazahívogató szereteted, egy irgalmad, és ebben minket is használsz. Uram, kérlek téged, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nagyobb öröm van egy bűnös megtérésén, mint 99 igazon. Azt is mondtad, hogy Seperjük ki a házat, keressük meg, menjünk utána, hívjuk el. Szeretnénk, Uram, így imádkozni ebben az évben, kiseperni és imádkozni, utána menni. Uram, tegyél minket készé arra, hogy a hitnek az emberei maradjunk, és kérlek, hogy mondjuk is ezt el együtt, úgy érzem, ezt el kell mondani. Menjél, -e, Atyám, szeretnék ebben az évben a hitnek az embere maradni, nem megkeseredni, nem meghátrálni hanem imádkozni. És ami rajta múlik, azt megtenni. A helyemen maradni, és bízni benned, hogy te vagy az, akinek a jósága ma is embereket megtérésre indít. Akarunk olyan nép lenni, ova hazatérnek a fiak, a lányok. Akarunk olyan család lenni, ahol meglátjuk, hogy a fiak, a lányok hazajönnek. Nehézségekből is. Nem félünk, rátekintünk, és köszönjük neked, hogy te jóságot lehet az, ami haza hívogat. És én megmaradok hitben és az imában, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgy tűnt álom, s ábrán csak mindaz, mi rólad szól. De egy nap tényleg te szóltál, s én...